Ez a svájci hozzájárulás ez jó néhány éve lett meghirdetve, és 2009-ben írtak ki egy ilyen kutatási projektet, aminek feltétele volt az, hogy legyen együttműködő partner Svájcban, és erre lehetett fölépíteni az egész történetet, és mivel én elég régóta jó kapcsolatban vagyok egy fizikus kutatócsoporttal Lausanne-ból, ezért ez egyértelmű volt, hogy megpróbáljuk ezt a lehetőséget megpályázni. Ez döntően alapkutatás, de valami olyan vállalás van a végére, és nagyon reméljük, hogy el tudjuk érni, hogy legalább védett szellemi tartalom legyen benne, mire befejezzük majd a projektet. Ez egy olyan típusú projekt, ami eltért az európai FP7-es projektektől, eltért a hazai projektfinanszírozástól, de ez hála Isten nem a szakmai vezetőnek a feladata, hanem a projektmenedzsernek a feladata, de megpróbáljuk ezeket együtt leküzdeni. Például ez egy molekula, molekulának a makettje, úgyhogy hogy szén 60, 60 szénatomból áll, mert ezt is gyártjuk. Ezt is. De ebből ilyen molekulából gyártunk kristályokat is, amin tudunk végezni fizikai méréseket. Tehát az anyagellátás az azt jelenti, hogy kigondolunk egy új stratégiát, és azt próbáljuk megvalósítani új anyagok előkészítésében. De az anyagokat nem csak magukért csináljuk. Mondok egy példát, szén nanocső, ezt a struktúrát 1990-ben találta föl Sumio Ijima, utána elindult a kutatás. Henry de Clary-val kidolgoztunk egy eljárást, amit itt meghonosítottunk Lausanne-ban, úgyhogy 2003-ban ebből az anyagból mi másfél kilogramot tudtunk előállítani a laborban. Ez akkor nagy szám volt. Tehát, és ilyen, ha nagy mennyiségben tudunk előállítani anyagot, akkor tudunk igazi alkalmazások után is nézni. Például hogyan tudunk ebből csinálni egy új kompozit anyagot, ami könnyű és erős. A szegedi oldalról, ami nagyon erős, az a kémia. Tehát a kémia tanszék, jó mondjuk tanszék, tehát jó kémia tanszék munkatársai, és a biofizika. Ez a két erős témakör, amit onnan hoznak. A Lausanne csoport, mivel főleg fizikusokból állunk, ugye főleg a fizikai mérésekre összpontosítunk. Hogyan tudunk kimérni egy új tulajdonságát, hogyan tudunk karakterizálni, és mi az a fizikai elv, ami alkalmazásukban kifejezésre jut. Az infrastruktúra, a műszerzettség az lényegesen, hogy mondjam, fejlettebb. Tehát itt mégis vannak csúcsberendezések, amiket tudunk használni. Például van a tiszta szoba, úgyhogy angolul egy clean room, az a nano és a mikrofabrikáció szolgálja. Ez egy olyan szolgálat, ami még nincsen Magyarországon, tudtam ma. Nem csak Magyarországon, a környező országokban sincsen. Az egyik nagyon jó ötlet, ami szerintem az együttműködések a központi témája, az, hogy hogyan tudjuk a két anyagcsaládot, a színnanocsöveket és a biológiai molekulákat egybehozni, hogy egy hatékony napenergia átalakítást érjünk el. Alkalmazott és környezeti kémiai tanszék, ami a környezeti kémia az elég könnyen átmegy, hogy mit jelent, tehát környezettudományi, környezettanszakos hallgatókat oktatunk, illetve hát ilyen jellegű kutatások is folynak. Az alkalmazott pedig azért jó, mert abban minden belefér. Egyébként alapból kémiai technológiát, művelettant, eljárástant, ilyeneket oktatunk. Mi kutatócsoportunk, amit úgy neveznek, hogy környezetkémiai kutatócsoport, az tulajdonképpen hát úgynevezett nagyhatékonyságú oxidációs eljárásoknakkal foglalkozik, aminek az a lényege,
hogy mind azokat a szennyezőket, amelyeket az olcsó biológiai módszerekkel nem lehet lebontani, akár levegőbe, akár vizekbe, főleg szennyvizekbe, hát ott valami más megoldást kell találni. Ezek zömében nagyon reaktív anyagok gerjesztésén alapulnak, és hát az a lényegük, hogy a végtermékük ezeknek valamilyen oxigén tartalma vegyület, arról szól ez a téma, hogy hát ilyen összetett anyagokat, flancosan úgy nevezik őket, hogy kompozitokat alakítunk ki, ami azt jelenti, hogy olyan anyagegyütteseket hozunk létre, amely együtt többet tud, mint külön-külön, vagy külön-külön a kettőnek az összege. És ugye a szén nanocső és ezek a titándioxid, vagy fotokatalizátorok, amikkel mi foglalkozunknak, az lenne az előnye, hogy a folyamat hatékonyságát, tehát mondjuk szennyezőlebontási folyamat hatékonyságát nagy mértékben megnöveli, de hát azért ebben van más kihívás is, vagy érdekesség is, mert mondjuk például a napsugárzással, a szén nanocső és a titándioxid felhasználásával például hidrogént lehetne előállítani. Egy közös gondolat volt a Hernádi professzorasszony és az én gondolatom. Láttam, hogy a tanárnő szénnanocsövek kutatásával foglalkozik. Mi itt a fotoszintetikus reakciócentrum fehérjékkel, és hát fölvetődött egy beszélgetés során, hogy nagyon érdekes lenne ezeket valahogyan összeházasítani, megnézni, hogy hozzá lehet-e ezt a fehérjét a szénnanocsövekhez kapcsolni. Egyszerűen azért, mert ebben a fehérjében játszódik le, mint ahogy az előbb is említettem, a fényenergia, kémiaenergia válakulásának a leggyorsabb folyamata. A fény elektront gerjeszt, töltéspár keletkezik, megjelenik valahol ez az elektron, nagy szabad energiával rendelkezik, és valahogy a munkára lehetne fogni. És mondjuk például úgy lehetne munkára fogni, hogy ebből a fehérjéből valahogy kicsatoljuk valami vezetőrendszerbe, ez a szénnanocső lehetne ez a vezetőrendszer. De egy mérnöki szemlélettel most már tovább is tudnánk lépni, hogy esetleg hogyan lehetne valami olyan prototípust készíteni, ami az általunk előállított rendszert tudná használni. Ami a fizikusok számára nagyon tetszeni szokott, az, hogy ez a fehérje aztán igazán nano rendszer, hiszen a mérete nanorendszer 10 nanométer nagyságrendű körülbelül, tehát méretében nanorendszer. Ha azt a munkavégzést, amit végez, nézzük, az is nano, mert a fény egyetlen egy fotonját alakítja át, egyetlen egy töltéspárrá, egyetlen egy foton, egyetlen egy töltéspárrá. Tehát ez aztán igazán nano munkavégzés, de ha meggondoljuk, hogy ennek a fehérjének a munkáján alapul a földi élet jelenlegi berendezkedése, az egész, és a jelenlegi munkája, tehát a jelenlegi életünk, akkor a jelentőségét azt hiszem nem kell különösebben hangsúlyozni. Farkas János doktorjelölt vagyok a környezetkémiai kutatócsoportban. Itt láthatunk egy gázkromatográfot, amellyel növényvédőszer hatóanyagok elválasztását végezzük, és ezek bomlás termékeinek is az elválasztását. A fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában fényhatására elektron gerjesztődik, és ahhoz, hogy ezt a gerjesztett elektront használni tudjuk, félvezető-vezető anyagokhoz kötjük hozzá. Elsősorban szénnanocsöveket használunk, majd az így előállított kompozitok ellenállását mérjük ezzel a készülékkel. Karácsony Éva vagyok, és jelenleg egy gyors tesztet végzünk a különböző katalizátorokon. A fehér színű az a P25-ös katalizátor, amivel oxidánsavat próbálunk bontani UV-fény alatt, és ez a buborékolás, amit itt látnak, ez nitrogéngáznak a rendszeren keresztül való vezetése. Megyko Ákos vagyok, és a környezetkémiai kutatócsoportban dolgozom. Jelenleg pedig
titándioxid fotokatalizátorokkal fejlesztünk hidrogént látható, illetve új megvilágítás mellett. Én egy gyógyszerhatóanyag molekulát modellező vegyületet, a fenolt szoktam vizsgálni. Ezt vákumolt rébolya fotolízissel igyekszem elbontani. Ezen folyamat során képződnek különböző közti termékek, ezek között van például a hidrogénperoxid. Szóval ezt az elektrokémiai cellát speciálisan ehhez az alkalmazáshoz terveztük, Visi professzor úrral és csapatával együttműködve, akik nagy rutinnal rendelkeznek ezekben a mérésekben. Ez a berendezés, amit aztán látható, egy fényindukált abszorpcióváltozás kinetikai mérésére alkalmas műszer. Két monokromátor látható, amivel kiválasztjuk a Wolfram szálas izóból a megfelelő hullámhoz, ahol a mintában a minta egy reakciócentrum. Ezt a mintatartóban elhelyezett fehérjét gerjesztjük lézerdiódával, ezre a kétvatos lézerdiódával, merőlegesen a fényútra. Vajda Krisztina vagyok, és multival szénnanocsővel szeretnék előállítani különböző titándioxid formákat. Ezzel a képen látható titándioxid egységek keletkeznek, és jelenleg a kísérlet elején sósabbba kell majd tenni a titándioxid prekurzort, és utána hidrogénfluoridot hozzátenni, és majd a szénformátumot, amely különböző lehet. Ez a kiindulási anyag, multivol szénnanocső, ez pedig, ami már keletkezett, a edény alján látható. Fél idejénél tartunk a projektnek. Hogy látja, sikerül a kitűzött célokat megvalósítani? Igen, túl vagyunk a felén. Nagyon jól haladunk, a vállalások nagy többsége az valamilyen tudományos publikáció, és ezeket a publikációkat már most messze túl teljesítettük. Érdekes elmondani azt, hogy amíg a magyar fél, tehát a magyar projekt felügyeleti szerv inkább az adminisztratív oldalt kéri tőlünk számon, amikor jön az ellenőrzés, akkor a svájciak, ezzel szemben a svájciak pedig kifejezetten a szakmára mennek rá. Tehát akik jönnek, ők profik a témában, általában nyugdíjas professzorok, kutatók, akik tényleg nagyon jó szándékúak, segítő kérdésekkel próbálják a projekt minél jobb kiteljesítését megoldani. Azt el kell mondanom, hogy ez nem egy időszakos valami, hanem az együttműködésünk a Szegedi Egyetemmel, és ezen belül Hedalikál professzorasszonnyal már régóta tart, a 90-es évek vége felé vagy közepe felé már együttműködtünk, mert az itteni kompetencia és az ottani kompetencia nagyon jó egymást kiegészítik, úgyhogy az eredmények emiatt is látványosak. Fél időben van a projekt. Én azt hiszem, hogy teljesülni fog. Mi a biot képviseljük ebben a projektben a kollégáimmal, hogy az élő szervezetek kitaláltak technikai megoldásokat, amiket mi csak megpróbálunk most utánozni, többek között a nano tudományok területén is, hogy a lepkék semmit nem tudnak a biofotonikáról, de nagyon szép színeket tudnak produkálni, amiről mi most már tudjuk, hogy az tulajdonképpen biofotonika, vagy amivel mi foglalkozunk, a fotoszintetikus reakciócentrum fehérje, az igazi nanorendszer, 10 nanométer a mérete, a nagysága, és egyetlen egy fotont alakít át egy töltéspárrá, ez az ő feladata. Most ott tartunk, hogy jól tudjuk kötni ezt a fehérjét, akár fizikai módszerekkel, akár különböző kémiai módszerekkel is, különböző nanohordozókhoz, szénnanocsövekhez, hiszen a projekt fő célja az a szén alapú hordozók lennének, de például vezető fémoxidokhoz, vagy az elektronikában jól ismert, ugye a szilícium, tehát szilíciumhoz tudjuk hozzákötni. És ez a fehérje, amit hozzákötünk a nanorendszerhez, kiválóan működik, és még ilyen elektronikus kölcsönhatás is van a hordozó meg a fehérje között. Elképzelésünk van, hogy mit lehetne csinálni, de hogy melyek azok, amelyek a leghamarabb, legjobb eredményre tudnak vezetni, ezt most még próbálgatjuk.
Mi a svájci partner oldaláról a különböző nanoszerkezetű anyagokat állítjuk elő, ezeket az egydimenziós nanocsöveket, illetve nanoszálakat különböző anyagokból, szénből, illetve oxidokból. A feladatunk az a projekten belül, hogy a kollaboráció keretében ezeket az anyagokat a partnereknek, a magyar partnereknek elküldjük, illetve ők kijönnek és maguk is részt vesznek az anyag elkészítésében. A egyik fő cél az, hogy megfelelő anyagmennyiség rendelkezésre álljon a kutatáshoz. Az nanoanyagok előállításában az egyik fő irány az, hogy a méretnövelés, tehát tudjuk, hogy ezek méreteikben igen kicsi egydimenziós anyagok, viszont kellő mennyiségű gramok kellenek ahhoz, hogy a kutatás tudjon haladni. Szóval a mi oldalunkról ezeknek a szénnanocsöveknek az előállítását tanulmányozzuk, illetve ezekből különböző már kézzel fogható szerkezeteket gyártunk, vékony filmeket, háromdimenziós struktúrákat, bioanyagokat kötnek meg a felületen, illetve a Hernáli Klára csoportja szervetlen bevonatokat csapatnak le ezekre a felületekre. Lozánban épül egy konferenciacentrum, ahol 300 négyzetméter ilyesfajta napelemet fognak az ablakokra helyezni, mivel egyik nagy előnyük, hogy átlátszóak tudnak lenni, és különböző színűek. Tehát azt elmondhatom, hogy a mi anyagunkat is teszteljük ezekben a napelemekbe, és a projekt fél idejében az eddigi adatok alapján, amik számokat kaptunk, tényleges hatékonyságok, nagyon ígéretesek. A tervnél jobban halad előre a projekt, mert rengeteg közlemény született ebből. Most vagyunk azon a ponton, hogy most már azon kellene gondolkodni, hogy valamiféle gyakorlati alkalmazás felé eltereljük a figyelmünket, mert hát vállaltuk azt, hogy bizonyos fajta találmányok, szabadalmak is keletkeznek ebből a projektból, de hát a találmány meg a szabadalom az mindig olyan, hogy hát azért ahhoz szerencse is kell. A kutatáshoz úgy gondolom, hogy kitartás, meg szorgalom, meg hát, mit tudom én, ha nagyképű akarok lenni, akkor bizonyos fajta felkészültség. De hát a felkészültséget biztosítják a fiatalok, mert hát, ahogy jól számolom, körülbelül 5 vagy 6 kolléga, aki közvetlenül ebbe a projektbe dolgozott, és nekik ez nagyon fontos volt abból a szempontból is, hogy a doktori disszertációjukhoz ez nagy mértékben hozzájárult. Meg hát természetesen új lehetőségeket ismertünk meg így együtt. A kutatás ugye fél idejénél tart, a mi feladatunk ennek a komponensnek a feladata. Igazából a kompozit fotokatalizátorok előállítása és vizsgálata. Most tesztelünk egy új reaktort, amit terveztünk, és ez kicsit a igazi hasznosítás fele mutat felépítésében. Úgy tudom, ebből a témából írja a dolgozatát. Mennyit segít ez a projekt önnek? Nagyon sokat segített. Most fogom befejezni, és a projekt nélkül valószínűleg nem tudtam volna ilyen széles kutatásterületet, körülölelő dolgozatot készíteni. De elfogadták, vagy megírta már? Még folyamatban van, augusztusra kell leadnom, és ősszel fogom megvédeni valószínűleg. Ki a témavezetője? Dr. Nagy László. Én is bionanokompozitokat állítok elő, porózus szilíciumot és elsősorban szénanocsövet használok a reakciócentrumok megkötésére. Miért kaptuk ezt a szószabítást? Azért, mert nagyon muzsikálunk, az eredmények szépek. El kell mondanom, hogy mikor indultunk ezzel a pályázattal, ezelőtt 3 évvel, akkor a tudományban nagy téma volt az energiahasznosítás, az alternatív energiaforrások, és ezen belül az egyik a napelem, tehát napfény hasznosítása. És a projektünk egyik része pont erre összpontosított, hogy hogyan tudnánk bioinspirált módon a napenergiát jobban felhasználni. Ez az a projekt egyik része, a másik része pedig a fotokatalizis volt, tehát hogyan lehet a fénnyel dolgokat tisztítani, a vizet tisztítani. Ez a másik része. És mind a kettően nagyon szép eredmények vannak, tehát az elsőben tudományosan, alaptudományban sokat publikáltunk, szépek az eredmények, a másikban pedig már elkészült egy prototípus is.
És a másik, amiért ez a projekt nagyon jó, mert teret ad a fiatal tehetségek begyűjtésére és tanítására is. Lausanne-ból nézve azt látom, hogy a fizikában a gyerekeket sokkal kevésbé vonzzák a szigorúan alap tudományos témák, hanem inkább olyanok, amiknek van alkalmazási vetülete is. Szegeden ugyanígy van, és az itteni csoportvezetők, tehát Henárdi tanárnő, Dombe András és Nagy Laci, összegyűjtöttek nagyon tehetséges fiatalokat, Fejes Dóri, egy nagyon szoros nemzetközi kapcsolatban elnyert egy pályázatot pont erre a témára, ami a projektnek a tartalma is. Több alkalommal is elutaztam ugye Lausanne-ba, Svájcba, és több hónapot töltöttem egy-egy utazás alkalmával a helyi kutatócsoportban. Együtt dolgoztunk, elsajátítottam az ottani kutatási technikáikat, amelyeket aztán az itthoniaknak átadtam. Próbáltunk ebből itthon új dolgokat kitalálni, hozzátenni, és előrevinni a helyi kutatásunkat. Azt tudjuk, hogy a nagy különbség a svájci viszonyok és a magyar viszonyok között az, hogy ott sok pénz van. Igen. De mit tudunk mi hozzátenni ahhoz, amit a svájciak tudnak? Azt gondolom, hogy a tudásanyag az itt nem kevesebb, úgyhogy próbálunk kreativitással áthidalni pénzügyi problémákat. Az alapvető vegyszereinket meg tudjuk venni, azzal nincsen gond. Esetleg egy-egy drágább beruházásból maradunk le, és akkor azt például egy ilyen projekt keretében a svájciakkal való együttműködés során tudjuk úgymond pótolni, hogy ezeket a méréseket ott végezzük el. Katalizátorokat készítek, és a szintézist is végzem. A projekt keretében egy fejlődésen ment át ez a szintézis módszer, mert most már szőnyegek formájában növesztjük a szénanocsöveket, tehát irányított struktúrával rendelkeznek. Kutatócsoportunk tevékenységére alapvetően két nagyobb csoportra osztható. Az egyik a projekthez kapcsolódó szénanocsövek előállítása, a másik pedig az ebből állított csöveknek úgymond a kompozit anyagokká alakítása. Én ez utóbbiban vettem részt, melynek folyamán az előállított szénanocsövek felettire különböző fémoxid rétegeket vittünk föl, majd az így előállított kompozit anyagokat alkalmaztuk különböző elektrotechnikai, szenzoros és egyéb kémiai alkalmazásokban. Az ön személyes tudományos karrierére mit tett hozzá ez a projekt eddig? Nagyon sokat, nagyon sokat. A projekt hozományaként egyrészt ugye egy külföldi svájci kutatócsoporttal sikerült egy olyan konzorciumot kialakítani, amelyben nagyon nagy lehetőséget kaptunk arra, hogy úgymond nem csak alapkutatási, hanem magasabb szintű kutatást is végezhessünk, és nyilván a projekt által biztosított anyagi háttér nagyon sokat jelentett abból a szempontból, hogy sok külföldi konferenciára juthattunk kapcsolatot építeni, eredményeket bemutatni. És nem soká újra Svájcban lesz? Számomra a legnagyobb hozománya ennek a pályázatnak, hogyha lehet így fogalmazni, az a kutató pályám következő lépcsőjeként a PhD cím megszerzése után egy posztdoc kutatásokat tudok folytatni Svájcban, Zürichben, egy kinti kutatóintézetben, amely nyilván nem jöhetett volna létre enélkül a projekt támogatása nélkül, illetve az itt projektben megszerzett tapasztalatok és kutatási eredmények nélkül. Milyen helyszíneken mutattátok be eddig esetleg konferenciákon az eredményeiteket? Hát több hazai és nemzetközi konferencián is szerepeltünk előadással, illetve poszterrel. Én személy szerint voltam már a franciaországi Strasbourgban, Romániába járunk minden évben vegyész konferenciára, amelyeket különböző romániai városokba tartanak. Itt Magyarországon pedig Mátraházán voltunk, Budapesten, Szegeden is helyi konferenciákon. A te tudományos karrieredben hol helyezkedik el ez a projekt? Segített, tehát anyagi támogatást nyújtott a konferenciákon való részvételbe, illetve az anyagok beszerzésével különböző vegyszerek, eszközök, amik a kutatáshoz szükségesek. Tulajdonképpen a projektnek köszönhetem azt, hogy a PhD-mat végigcsinálhattam, mivel ebből a projektből lett finanszírozva az én PhD-mnak a költségvetése, ugyanakkor a vegyszereket is, amit a kutatáshoz felhasználtunk, az eszközöket, mindent ebből tudtunk finanszírozni. Az én egész kutatásom ehhez a pályázathoz volt hozzárendelve,
és emiatt tudtunk konferenciákra menni, kapcsolatokat kialakítani. Voltunk konferencián Ausztriában, ott ugye nanocsöves konferencián voltunk, ami igen jó lehetőséget adott arra, hogy ötleteket gyűjtsünk, illetve beszéljünk emberekkel. Voltunk Portugáliában, Magyarországon belül is megfordultunk, ott leginkább biofizikus témában, ami ugyancsak a mi részünkről a reakciócentrumnak volt szerepe. Úgyhogy az én a disszertációmat is ebből a témából írom, úgyhogy tulajdonképpen, ha nincs ez a projekt, akkor én nem is tudtam volna ezt csinálni. Kutatásaimat főként a titándioxid szénnanocső kompozitok előállítása témakörébe végeztem, utána ezek karakterizálása, jellemzése, majd ezek fotokatalitikus aktivitásának megállapítása és összevetése. A kutatás egyfelől alapkutatás jellegű, másfelől inkább alkalmazott kutatás jellegű. Ezt inkább a víztisztításban lehet használni, ezeket a katalizátorokat. Ez elképzelhető, hogy a közeljövőben meg is valósul, tehát mondjuk ezt a technológiát fogják alkalmazni, mint víztisztítás? Előfordulhat, igen. A kísérletek során arra próbáltunk törekedni, hogy a lehető legolcsóbb alapanyagokból hozzuk ki a legtöbbet gyakorlatilag, és nagyon fontos ugye, hogy ezek a katalizátorok visszanyerhetőek legyenek. Ebben is segít a szén nanocső, ugyanis a titándioxid, hogyha nanorészecskéket alkalmazunk, akkor nagyon költséges lesz a szűrési eljárás, vagy az egyéb elválasztási eljárások költsége, viszont a szén nanocsövekkel együtt ezek a költségek csökkenthetőek. A PhD dolgozatához is kötődik ez? Igen, a PhD dolgozatomat ebből a témából írom, ezekből a kutatási anyagokból teljes mértékben. A kísérleti munkáim 95%-a már készen van, úgyhogy most magának a disszertációjának, a disszertáció megírására koncentrálok. Én kifejezetten titándioxid fotokatalizátorokkal foglalkoztam, ezen belül pedig nemesfémekkel módosított titándioxid katalizátorokkal. Ezeknek a katalizátoroknak a felületére nemesfém nanorészecskéket választottunk le, és megvizsgáltuk, hogy mennyire alkalmasak ezek a katalizátorok fotokatalitikus hidrogénfejlesztésre, különböző szerves modellvegyületek jelenlétében. Az elsődleges célunk az, hogy a napfény spektrumában is működjön ez az egész folyamat. Tehát az természetes napfényt, mint ingyen rendelkezésre álló energiaforrást is fel tudjuk használni. Azt gondolom, hogy a négy komponens vezető nagyon jó együttműködésben tudott lenni, tehát az elmúlt időszakban, ami 4,5 évet tesz ki, megszámolni se tudom, hogy hány olyan találkozónk volt, ami tulajdonképpen egy projekt meetingnek volt tekinthető, tehát időről időre rendszeresen tartottuk a kapcsolatot. Volt egy olyan kutatási irány, amivel itt helyben megállt a történet, tehát egy helyben topogtunk, voltak bizonyos fotokatalizátorok, amiket tesztelni akartak, és két különböző, tehát az egyrészt a fenolnak, mint szennyezőanyagnak a lebontásában kívánták nézni, hogy ezek hogyan működnek, illetve egy másik nagyon fontos irány, ami az egészségügynél jelentős, hogy az E. coli baktérium bontásában ez hogy működik. Tehát mind a kettőre képesek ezek az anyagok, de kb. 10-12 referencia minta volt, amivel dolgoztak, és azt tapasztalták, hogy bizonyosak a fenolbontásban működnek, mások pedig a coli baktérium elpusztításában, és nagyon nem állt össze a kép, hogy vajon akkor mi történhet, milyen alapon működik az egyik meg a másik, mert az egyik minta ezt csinálta, a másik meg teljesen mást. És kint Svájcban sikerült megtalálni a megoldást, mert elektronspinrezonancia spektroszkópiával tanulmányozták, tehát ESR technikával talán ennyi elég, aminek az a lényege, hogy ez az ESR technika alkalmas arra, hogy különböző nagyon rövid ideig életben lévő átmeneti gyököknek a jelenlétét kimutassák. Ennek az volt a következménye, hogy nálunk ezek a bűvös számok, hogy folyóiratnak milyen impact faktora van, tehát ez nagyon fontos, tehát amíg itt mi a saját műszerparkunkkal itt ilyen 2-3-as impactú folyóiratban tudunk közölni, most a projekt vége fele már nem ritka, hogy 6 fölötti impact faktorú újságba tudunk közleményeket benyújtani,
mert olyan mérési adatbázis van mögötte, amit ezek a rangosabb folyóiratok is elfogadnak. Az interdisziplinaritás ezt a svájci magyar együttműködést végigkíséri, mert eleve úgy indult, hogy a kintiek fizikusok, vagy zömében fizikusok, mi itt vegyészek, vegyészmérnökök, biofizikusok, ami inkább biológiának és kémiának a határterülete, dolgoztunk együtt, és a kettő nagyon jól kiegészíti egymást. Az anyagtudomány területén, ami ennek a projektnek jellemzően az alapját adja, ez nagyon lényeges, hogy a különböző tudományterületek összeteszik a tudásukat, és ezáltal halad előre a dolog. Magának a Szegedi Tudományegyetemnek, sőt a magyar tudományosságnak is jót tesz nemzetközi megítélés szemszögéből ez a lezajlott 5 év. A svájci hozzájárulás sokfajta prioritási területen adott támogatást, ebből az egyik volt a tudományos kutatásoknak a támogatása, és 5 vagy 6 projektet támogattak országosan. Ebből csak a miénk volt a vidéki, tehát egyetlen egy projekt volt Szegeden, és elég jelentős már a projektek sorában, tehát a kutatási forrás tekintetében ez egy kiemelkedő összegű támogatás volt, 1.200.000 svájci frank, a Szegedi Tudományegyetem nevében, tehát nem én pályáztam, nem a komponensvezetők pályáztak, hanem az akkori rektor pályázott hivatalosan. Ez volt a célkitűzés a projekt elején, hogy a kezünkben lévő fehérjét kössük hozzá szénnanocsövekhez például, mert a szénnanocsövek azok nagyon jó, nagyon különleges tulajdonságú anyagok, nanoszerkezetű anyagok, nagyon jó vezetőképességűek, jól ismert a struktúrájuk, és hozzá tudjuk módosítani a szénnanocsövek felületeit, funkciós csoportokkal lehet ellátni. Hát adódik a lehetőség, hogyha rákötjük ezt a fehérjét, megvilágítunk adott hullámhosszú fénnyel, akkor a fehérjén belül kapunk egy gerjesztett elektront, ez az elektron egy többlet szabad energiával rendelkezik, akkor ezt a szabad energiát valahogy a munkára kéne fogni. Vagy úgy, hogy kivezetjük az elektront a fehérjéből valamilyen vezetőbe, valami áramkörbe. Ennek az áramkörnek egyik komponense lehet például a szénnanocső. A tudományban minden eredmény újabb kérdéseket szül, akkor van-e mód ezeket a kérdéseket tovább feszegetni? Azt mondhatom, hogy szerintem nagyon sokat haladtunk a projektnek köszönhetően is. Egy publikáció mögöttünk volt, amikor mutattuk, hogy a szénnanocsövekhez hozzá lehet kötni ezt a fehérjét, és ez a bionanokompozit működik, tehát betölti ezt a funkcióját, amit kell. Tehát ez még a projekt előtt történt. Utána nyilván azok a kérdések vetődtek fel, hogy melyik az a fehérje, amelyik a legalkalmasabb, melyik az a szénnanocső, milyen féle kapcsolatban, funkcionált, funkcionálatlan, milyen módon kössük hozzá. Hogy lehet elérni azt, hogy minél jobban stabil maradjon. Ha lehet, akkor tudnánk-e csinálni egy olyan kis készüléket, nevezzük prototípusnak, ami valami további fejlesztésnek az alapját képezheti. Tehát azt gondolom, hogy azt a célt, amit az elején kitűztünk, az biztosan sikerült elérni, hát most tovább kell haladni, hogy nagyobb hatékonysággal tudjuk ezt csinálni. Itt most éppen egy szénszálnak a mérése zajlik, amit Mónika vizsgál. Szénszálnak az ellenállás változását vizsgáljuk, és a ráhelyezett reakciócentrum hatását a szénszálra. A szénszál ott van letakarva egy mikroszkópba helyezve, és a hozzácsatolt elektronikák pedig ide vannak beépítve. A projekt is lejár, ezért nekem is a disszertációmat be kell adnom és megcsinálni a védésemet. Utána pedig szeretnék ezen a területen maradni, ugyanezt a kutatást folytatni, valószínűleg nem fogom tudni folytatni, mert nincs rá pénz, amiből tudjanak tovább fizetni, de megpróbálok a területen maradni. Számomra a legérdekesebb ebbe az egész dologba az volt, hogy sikerült nanoméretbe, na tudom, hogy ez a nano, ez most ilyen nagyon divatos szó, de azért szeretném azt elmondani, hogy a nano az azt jelenti, hogy egy milliárdomod része
a méternek egy nano, tehát olyan kicsi, amiről már nincs is nagyon fogalmunk. Olyan, tehát ilyen méretekben sikerült előállítani olyan anyagokat, ami különböző tulajdonságokat mutatnak, a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy ezeket a tulajdonságokat tudtuk befolyásolni. Ezek esetleg lehet, hogy vannak szép képeink erről, tehát ilyen elektromikroszkópos képeink, ami ilyen nagyításban meg tudja mutatni, és az látszik, hogy ezek nagyon-nagyon érdekesek, és hát a szerencsére a kollégáim felkészültségének és szorgalmának ezeket az anyagokat hát nagyon-nagyon tetszetősek lettek, és remélhetőleg, hogy nagyon használhatok a szellemi termékekkel kapcsolatban, mert hát úgy gondolom, hogy azért egy publikáció az is egy szellemi termék, mert más is tudja hasznosítani az itt begyűjtött ismereteket. Az nagy dolog azért úgy gondolom a tudományos kutatásban, hogy az ember olyanokat csinál meg, amire aztán a következő kutatási lépésben már építeni lehet, és nem kell mindent végigcsinálni. Ha jól számolgatom, akkor született belőle 3 doktori dolgozat, vagy doktori fokozat szerzés, és most 3 még folyamatban van. Továbbá a graduális képzésben résztvevő hallgatók meg talán csináltak egy olyan 6-8 diplomadolgozatot, illetve szakdolgozatot. Melyik a fontosabb? A kutatói kíváncsiság, amely a kérdéseket megfogalmazza, vagy az eszközpark, amely lehetővé teszi, hogy a válaszokat az anyagban megtalálják? Szerintem is. Nagyon fontos az eszközpark, anélkül kérdéseink lehetnek, de azok is maradnak, azokat meg kell válaszolni, ehhez szükséges az eszközpark, amit egyéb úton nem tudtunk volna beszerezni, és ez a projektnek köszönhető. A kutatói kíváncsiságra mindenképpen szükség van, különben lendület meg motiváció nélkül nem tudunk dolgozni, de az is igaz, hogyha nincsenek eszközök ehhez, nincsen szaktudás hozzá, akkor biztosan nem fog sikerülni, úgyhogy mindkettő kellett hozzá. És Svájc és magyar oldalról is mind a kettő meg volt szerintem. Kíváncsiság is, meg az eszközpark is. Itt beletanulunk bizonyos eszközök használatába, egy szemléletet kapunk, ami egy nagyon jó kiinduló pont, és hogyha az ember azt megszereti, akkor azzal kíván tovább foglalkozni. Azt gondolom, pláne hogyha talál egy esetleg végzés után egy olyan külföldi kutatócsoportot, vagy már megtalálta, ahova tud menni még PhD védés után gyakorolni, tanulni. Svájcban is ismernek minket, nem csak azért, mert ott is van sok magyar, tehát az ottani kutatócsoport nagy része az magyar. De én például pont egy lengyelországi származású emberkével dolgoztam, vele angolul kommunikáltunk, szóval az angol nyelv is abszolút fejleszthető volt, illetve mi pont egy olyan svájci részlegen dolgozunk, ahol franciául beszélnek, tehát az ottani munkanyelv az főként francia, illetve angol, tehát a szakmai, illetve a személyes nyelvtudást is abszolút tudtuk kamatoztatni. A saját tevékenységünk elsősorban arról szólt, hogy különböző, hát a projekt címének megfelelően széntartalmú kompozit anyagokat állítottunk elő, ráadásul oly módon, hogy ebből az egyik komponens legalább mindig a nanomérettartományban volt. A nanomérettartományban az anyagok új tulajdonságokat hoznak elő, és ezáltal jelentősen növelhető a hatékonyság. A szénen belül pedig a szénnanocsöveknek a módosításával foglalkoztunk. Szervetlen anyagokkal alakítottunk ki kompozit anyagokat, amik aztán később fotokatalizátorként, szenzorként működtethetők. Hogyha fölnagyítanánk ezeket a szénnanocső erdőket mondjuk a valós méretekre, akkor akkora erdőket kapnánk, ami például 30 km magas fákból állna. Itt a szénnanocső erdőknek rengeteg felhasználása lehet, ez abból adódik leginkább, hogy egyrészt nagyon hosszú nanocsöveket lehet belőle készíteni. Tehát ilyen milliméter vagy milliméter fölötti nanocsövek nőnek ezek vagy vannak ezekben az erdőkben, és ezek a nanocsövek ráadásul nagyon tiszták, nincsen mellettük katalizátor vagy egyéb ilyen szennyező anyag, illetve mivel ezek egymáshoz viszonyítva nagyon szépen párhuzamosan állnak, ugye merőlegesen egy hordozóra, ezért így is mondják, hogy ezek irányított szénnanocsövek, és ez például megmutatkozik, hogyha ilyen elektronikai problémákban, illetve egyebekben alkalmazzuk őket, ahol direkt az a lényeg, hogy ezek a csövek egyenesen álljanak, egy bizonyos irányba vezessenek nagyon jól, a többi irányba viszont nem.
hogyha az embernek megadatik, hogy egy tanszéken doktoranduszként ebbe a kutatásba aktív résztvevőként bekapcsolódhassék, akkor egyúttal a világ kutatásának egy fontos irányába kap nem csak betekintést, de hát tulajdonképpen szerepet is. Ilyen téren mondjuk én szerencsésnek érzem magam. Maga, ahogy mi készítettük ezeket a szénnalcsöveket, erdőket, ez már rég, több mint 10 évvel ez létező technológia, tehát ilyen erdőket már sokfelé tudnak készíteni, viszont különböző eljárásokkal. És ami nálunk, illetve amiből know-how is lett ugye itt a projekt keretein belül, az abban mutatkozott meg, hogy egy olyan technikát találtunk, amivel eddig senki nem csinált ilyet. És akkor ennek meg ennek a technikának, ennek a lézeres leválasztásnak, amit mi alkalmazunk, ennek megvannak a különböző előnyei mondjuk más technikákhoz képest, és ezeket próbáljuk most így felhasználni, ezzel kapcsolatos kutatásokat végezni. Most zártuk le ezt a svájci-magyar együttműködésünket. Ez a projekt 2010-ben kezdődött. Ez alatt számos diák, PhD hallgató kijött ide Svájcba, különböző tréningeken vett részt itt a laborokban, tapasztalatot szereztek, és ezzel a tapasztalattal megújulva folytatták szegedi munkájukat. Én magam is számos alkalommal voltam itt kint, illetve a PhD munkám során a magam mellé szegődött MSC-s hallgató Egon is volt már itt többször, és még jön is ki gyakorlatra. Ennek a projektnek azért nagy hatással volt a szegedi kutatómunkára, ugyanis rengeteg publikációnk született az együttműködés kapcsán. Ugye itt a svájci kutatócsoport főprofilja szintén a szénnanocsövek, illetve a titándioxid, és ennek a két anyagnak a kombinációjából építettünk kompozitokat. Mind a két kutatócsoportnak vannak ezen a témán belül speciális műszerei, amikkel különböző méréseket végeztünk, és ennek köszönhetően magas impaktú nemzetközileg referált újságokban jelentek meg publikációink. Úgyhogy azt gondolom, hogy a projekt eddigi közel 5 éve alatt számos fiatal tehetség kapott lehetőséget arra, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzen, együtt dolgozzon egy nemzetközi csapattal, beilleszkedjen, illetve majd később ezt maga hasznára fordítsa, amikor valóban munkát keres a tanulmányai után is. Ennek a kutatásnak van egy hétköznapi hallandó számára és viszonylag fölfogható rétege, még pedig az energia tárolásának és hatékony felhasználásának a kérdése. Amikor elkezdünk valamilyen új kísérletet, akkor általában mindig egy külső megbízás jön. Tehát valamilyen együttműködő partnertől, akinek van egy elképzelése, hogy ő mit szeretne csinálni, mire szeretné felhasználni az adott anyagot, és utána jövünk mi, hogy megismerjük magát az anyagot, hogy akkor hogy is van ez az egész. Mondhatjuk azt, hogy a válaszok ott vannak az anyagban, csak eddig nem jutott eszünkbe föltenni a kérdéseket. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért ebben a kutatócsoportban nagyon nagy szabad kezet kapunk. Tehát a doktori képzése elején az ember kap egy irányvonalat, illetve már kigondol egy irányvonalat, hogy szeretné véghez vinni ezt a 3 évet. Azonban ha fölmerülnek olyan önálló ötletek, új kísérletek, amik ha más nem is, de mondjuk minket a mi fantáziánkat izgatja, akkor nyugodt szívvel kipróbálhatjuk, és utána járhatunk. A projekt ezelőtt több mint 4 évvel kezdődött. A fotokatalízisről és a látható fény konvertálása elektromos energiával. És hát van egy komoly rálátásom. Az előnye a projektnek az, hogy erősen interdisziplináris volt. Tehát a fizikusok, biológusok, biofizikusok, anyagtudósok együtt próbáltak valamit csinálni, és ez előnye ennek a projektnek. Mostanában nagyon sokat beszélünk arról, hogy a nanotechnológia nagyon fontos, és le kell menni nanoskálára, mert ott van az igazán az érdekesség és a nagy áttörések, de azon a skálán nem elég csak ennek vajonnak lenni, csak fizikusnak, mert azon a skálán minden összefolyik. Tehát a fizika, a kémia, a biológia. Ez volt nagyon szép ebben a pályázatban, ebben a kollaborációban, hogy ilyen emberek jöttek össze Szegedről és Lozánból. Meg kell mondjam, hogy Szegeden
több volt a multidisziplinális komponens, mint Lozánban, de mi is hozzátok volunkét, tehát én fizikus vagyok, de vannak biofizikai projektjeim is, és a csoportban vannak nagyon jó vegyészek. Úgyhogy ezért ment nagyon jó. Tehát most ránézek a szegedi csoportra, nagyon sok a fiatal. Tehát öröm az embernek látni, mint például ma is itt előadnak a srácok, hogy mennyire motiváltak, hogy mennyire hajtja őket a kíváncsiság az újnak a megtalálása. És ez nagyon fontos. A lozányi csoportnak a filozófiája az, hogy ami ma nagyon aktuális és nagy kívás, az a energia hasznosítása. Tehát a napenergiát hogyan tudjuk átkonvertálni elektromos energiával. Ez ma nagy kívás. Holnap nagy kívás a víz lesz. Holnap után pedig a talaj és az élelem. Az itteni téma az a napelemgyártás egy nagyon speciális anyaggal, ugye titán-dioxid nanodrótokkal, nanocsövekkel. És nálam, ugye Horváth Endre kifejlesztett egy olyan módszert, amelyikkel ezeket a struktúrákat tudja gyártani nagy mennyiségben. Tehát mondok egy példát, eddig ezt kémiai laborban 2 mg nap mennyiségben gyártották, ő ezt feltornázta 1 kg-ra naponta. Tehát ez minőségugrás. Ennek a pázlanga fotózása, vagy ennek egyébként a fotózásaképpen beadtunk ott is, meg itt is egy újabb projektet, amilyen együttműködési projekt, és itt ennek a fő témája az, hogy van egy új anyagcsalád, úgynevezett szerves-szervetlen ólom-halidok, csak ennyit mondok, egy bonyolult a név, de az olyan nagyon egyszerű, és kiderült, hogy a napenergia konvertálásában az egyik eddig leghatékonyabb anyag.